Az új kültéri játékok mellett adták elő a jól ismert dalokat a naki óvodások. Közel 20 gyermek jár ebbe az oktatási intézménybe. A település vezetése reméli, hogy a számuk egyre nő majd. Az épületet sikerült több forrásból felújítaniuk. Két projektről beszélünk. Az egyik a Magyar Falu programból megvalósult játszóelemek beszerzése volt. Itt 9 játszóelem került felhelyezésre, amit látjuk, még nincsen teljesen kész az átadása. A bukótereket, illetve az ütés csillapítást ki kell alakítanunk az elkövetkezendő napokban, illetve ami nagyobb volumenű volt, az egy másik fejlesztési programból, a vidékfejlesztési programból került kialakításra. Közel 19 millió forintból teljesen új tető került az épületre, illetve hőszigetelést kapott a födém, valamint egy új szint a vakolat. A Tolna megye határán elhelyezkedő NAK-on jelenleg alig több mint 500-an élnek, több mint 200 fővel kevesebben, mint 20 évvel ezelőtt. Időközben sikerült megállítani a lakosság csökkenést a különböző támogatásoknak köszönhetően. Rácz Róbert, a település polgármestere úgy véli, szükségesek ezek a beruházások, ellenkező esetben a kisfalvak eltűnhetnek a térképről. Minden egyes forintnak, ami ide gurul a településre, nagyon-nagyon tudunk örülni. A megye szélén vagyunk, egy olyan településen, ahol az emberek többsége mezőgazdaságból él. A mezőgazdaság ugye nem túl sok embernek tud megélhetést biztosítani, ezért egy nagyon nagy mértékben elnéptelenedő faluvá váltunk. Abban bízunk, hogy minél többet fejlesztünk, a településnek annál nagyobb lesz a vonzereje, illetve a megtartó ereje, és a jövő számára is meg fogunk maradni. Potápi Árpád János, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, több milliárd forintnyi fejlesztések valósultak meg a térségben a különböző programokból. Csak topos fejlesztésekből 8,5 milliárd forint jutott erre a választókerületre, illetve a Magyar Falu programban közel 2,5 milliárd, ezen kívül pedig számtalan más egyéb forrásból nyertek el a települések, illetve vállalkozók pályázati forrásokat. Fehérvári Tamás, a TOF források elosztásáért felelős Tolna megyei közgyűlés elnöke az átadón azt mondta, éppen az a célja a terület és településfejlesztési operatív programnak, hogy minél kevesebben vándoroljanak el a kisebb falvakból, városokból. A számok mutatják, hogy sikerült, egyre többen élnek kis településen, falvakban. A TOP-nak kimondottan a céljai megpróbálták ezeket az igényeket kielégíteni, és most a Magyar Falu program még rásegít erre a dologra, hiszen azért a TOP mindent nem tudott lefedni. A TOP egy kicsivel nagyobb ívű elképzeléseket tartalmazott. Most megjelent már a TOP 2-nek a vázlata, és megjelent az az összeg, amely mögé állította a magyar kormányzat, és úgy néz ki, hogy Tolna megyébe a TOP 1 27,5 milliárdjához képest most 46-48 milliárd forint néz ki ennek a megyének ebben a forráskeretben. Célszerű az, hogyha a településen élők mondják meg, hogy mik a fontossági sorrendek, ők osztják be egymás között az erőforrásokat, a megye csak keretet ad és egy összeget, ami majd segít ennek a megvalósításához. Ezeknek a részleteknek a kidolgozása még folyamatban van, de ez nagyon-nagyon pozitív értéke lesz a TOP 2-nek, hogy ez majd megjelenik ebben a történetben. Azt gondoljuk, ha csak fele annyi segítséget tud majd nyújtani a vidéki Magyarországnak ez a TOP 2, akkor is már óriási előrelépés lesz még tovább. És hogy ennek a vége mi lesz? Hát én azt gondolom, hogy a fő cél az, hogy benépesüljenek újra falvaink. És Gyerekzsivajtól, itt ugye ez jó példa volt, Gyerekzsivajtól legyen hangos minden település.